engedjétek meg, hogy Szele Tamás barátomról azt mondjam el, amit egészen szubjektíven én látok. Szárnyat a gondolatnak, erőt az érzésnek, ihletet a léleknek. Kívánta Lézi József a liberalizmus robogóján felvállaló Nagyváradi Natról első számában az újságnak, és azt tanácsolta, hogy szedje elő az útszélporából a régi ideálokat, és keresse azt az erőforrást, amelyből 10 évszázadon át annyiszor merített nemzetünk. Én azt gondolom, Szele Tamás forrásvidéke Nagyvárad, és ha Nagyvárad, Hadi Endre, aki 1901. május 12-től szerkesztőség tagja volt. Felvételi kérelmében írja: ez a kis magyar világ, itt háborog, fekete csúnya felhők kavarognak rája, aki nem csupán arra teremtetett, hogy egy számmal növelje a születési és halál statisztikát, most nem aludozhat. Harcol, ahogy tud. Kezeli a viharágyút, szószólója radikális kezeli a viharágyút a butaság, sötétség ránk tornyosodó felhői ellen. Ebben az Adis nagyváradi szellembe gyökerezi kiválték Szele Tamás publicisztikája. Itt nőtt fel, érettségizett, itt érett emberé. Szele Tamásra minden bizonnyal hatott a kolozsvári irodalom is. A 20-as évek Pásztor Tűz szerkesztősége, Makkai Sándor, Reményik Sándor, Áprilila is. Úgy gondolom, Szele Tamás elődje Bodor Pál is, aki ugyan már a bukaresti tévében is, majd a Budapesti Népszabadságnál diurnuszként is ismertséget szerzett, mégsem szabadult az erdélyi együttélés mélységes kutyától. Ahogy Bodor Pálnak, úgy Szele Tamás meghatározó élménye is a többnyelvű, sokvallású együttélés tapasztalata. Szele Tamás életében is meghatározó döntése emigrálásra vezetett, amikor a román titkos rendőrség érdeklődni kezdett iránta, hol le, hol feltartóztatták. Így 1987 végén Magyarországra települt, akárhogy is tartóztatták. A nagy kondukátor elsősorban a kisebbségben élők agyába égette bele, hogy határtalan az a hatalom, amely ország éméről elszabadhatatlan. Nem véletlen, hogy a szovjet csatlósállamok közül egyedül Romániában vált a rendszerváltás fegyveres felkelésé, és így végezték ki egyedül a pártfőtitkát. Senki, sem az elnyomottak, sem az elnyomók nem hitték el, hogy Ceausescu leváltható. Nem véletlen, hanem a tapasztalat okozta, hogy barátunkban az Orbán rezsim kapcsán megszólalt a vészcsengő. A Ceausescu tapasztalat, a Kárpátok géniusza tapasztalat, mondhatja ki Szele Tamással az ítéletet az Orbán rezsim felett. Idézem. 46 éves vagyok. Azt mondják, ez a legszebb férfikor. Nekem ebből a férfikorra nincs is panaszom. De ezt a mostani időszakot óvakodnék a legszebbnek nevezni. Aztán tovább idézem. Ez a kurultár, színes sejem spanyol fal, tarka közép-ázsiai kulissza, díszlete a tragédiának, amit a jobb oldal rendez a mi statisztériánkkal. További tészen. Az egész mai turamizmus nem egyéb, mint egy félfeudális, félrabszolgatartó magyar társadalmi rend ideológiai és kulturális előkészítése, ami ugyan sosem fog eljönni, de amit nagyon szeretne bevezetni a magyar jobboldal. Nem véletlen, hanem törvényszerű a gondolat rokonsága Adival a nagyváradi előttel. A származás és a kultusz összekapcsolásával megkülönböztetni az idegent és a rokon már Adi korában is felismerhetően veszélyes volt. Hát még a 20. századi tapasztalatok után mennyivel többen láthatnák a szakadék veszélyét. De nincsen sok Szele Tamás. És most idézem. Mi is a magyar most? Kérdezi Berzsenyi után szabadon Szele Tamás. Amit láthatjuk, a
legmagyarabb dolog a csodatampó. Annyira, hogy ezt visszük majd a jövő évi világkiállításra is, méghozzá egy méretes darabot. Viszont, hogy valami megkülönböztesse egy egyszerű vízimalomtól, ezt örökké forogni fog. Illetve addig, amíg veri az ördög a keneségét. Legyen hát Lipik Györgyről elnevezett díjunk az Eremjelzsó küzdőtársunké. Szabadság szeretni, szeret a másik. Én most szabadságokat tudom beszélni. Nem könnyű ilyen dolgos dolgot mondani, látom be. Olyan díjat kaptam, ami kötelez. Rangos, komoly elismerés, különös tekintettel azoknak a személyére, akik előttem kapták. Úgy is mondhatnám, csak félig elismerés ez. A másik fele előleg a bizalomból a jövendő munkáimért. Szóval most már fel kell kötnöm az alsó nevűt, ezek után nem lehet félváró lenni a munkát. Eddig sem lehetett, de most még annyira sem lesz adott. Méltónak kell maradnom a Lipik György díj szelleméhez. Persze, az elemi logika szerint csak két dologra kell vigyáznom. Az egyik az, hogy rosszabbul ne végezzem a dolgomat, mint eddig, a másik, hogy ha tehetem, végezzem jobban. Én kérem, igyekezni fogok, mert még mindig van egy olyan érzésem, hogy félreértés történt, hogy elaludtam, mindjárt felébredek. Kiderül, hogy nem is a díjat átvenni jöttem ide, hanem tudósítani, és ráadásul otthon hagytam a hangulcítőt is. Fotót meg kérek valakitől, vagy szerzek a Facebookból. De a szakma szabályai szerint az ember nem tudósíthat a saját díját vételéről. Kicsit furcsán néz neki. Nekem természetes, hogy nézek kifelé a fejemből, látok valamit, rendszerűen kihúvad a szemem, rácsodálkozok még egyszer, nem hiszem el, amit látok, végül csak elhiszem, és megírom, hogy milyen egyetlenül hülyeséggel találkoztam. Tulajdonképpen nem egyéb, amit teszek, mint a világban tapasztalható hülyeségek kutatása és elemzése, azok kezelése céljából. Hogy aztán a kezelésre mikor kerül sor, és mennyire lesz sikeres, az kérdéses a jelen helyzetben. Ilyen formán nekem elsősorban a magyar közélet szereplőinek kéne hálásnak lennem, mégpedig közülük is a legprominensebb bolondoknak és gazembereknek. Ugyanis olyan mennyiségben mondják számomra a témákat, hogy egyheti termésből boldogabb időkben fél évig is megélnék. Ezzel miért is írunk? Azért, hogy jöjjen meg az emberek esze, javítsuk meg a társadalmat, és végső soron ne legyen miből írni, lasszúval valamgáljunk a ritkán előforduló témák után egy helyre zökkent világban. Ezek szerint én nem vagyok normális, magam ellen dolgozom. Na, nem mint, hogy a komoly esélyt adnék arra, hogy a közeljövőben kitörnek Magyarországon a boldog demokratikus békeidők. Szóval lesz még munka jó ideig, és nem is hiszek abban, hogy valamikor is létezni fog olyan idilli békés rendszer bárhol a világon, amiben ne esnének meg örültségek. Ha lesz, az lesz a bokor. És nem csak az újságírók számára. Épp ezért mondom, hogy mindig lesz munkánk. Köszönöm tehát a Nagy Imre Társaságnak szerény tevékenységem elismerését, ígérem, töletlenül folytatom majd, amit elkezdte. Természetesen egyes egyedül, senki sem mente sokat, engem is számtalan ember támogatott ezer különböző módon. Elsőként az említsem meg volt feleségemet, Kis Katalint, és köszönjem meg támogatását a nehéz időkben, és az általa nyújtott biztos hátteret. Aztán ne feledkezzünk meg arról sem, hogy nehéz lenne újságot írni lap, sajtóorgánum nélkül. Forró köszönetet kell mondanom a géptanácsnak és a Huppa.hu-nak, valamint a két lap főszerkesztőinek, Sas Istvánnak és Török Mónikának. Mónikának különösen köszönök mindent, ha ő nem lenne, nem csak az állam kopna fel, de a tartás is kifaladna belőle olykor. Ami most vagyok, jó rész neki köszönhető. És van még valaki, akiről sosem feledkezhetek meg, az ember, akitől a szakmát tanulta. Szűcs Gábor, a Kurír volt főszerkesztője. Aki ezzel bajból húzott ki, aki évekig tartott életben munkanélküliségem idején, nem csak segítséget adott, hanem példát is, emberségből, kollegialitásból, barátságból. Köszönöm szépen, Fönök úr! Aztán persze az ne feledkeznek meg az ellenségeimből sem, neki külön hálás vagyok, hogy nem engednek elusztulni, folyamatosan edzésben tartanak. Igazán kedves tőlük, bár kétségtelen, hogy én sem hagyom őket testbenni. Nagyon köszönöm tehát az elismerés mindenkinek,
De ha tekintjük jutalom helyett előleg meg a további munkához, valami azt fogja, akad még dolgom nekem bőven a közeljövőben. Arra is jó volt, nem csak arra, hogy levágja egy csapással az ellenség fejét, lett lényen az koreai, vietnami, vagy akármilyen, hanem ezzel borotvák hoztak a derékpulykát, tehát el tudjátok képzelni, hogy ilyen élet volt. Tudom, hogy a Donátveri barátomnak, aki pacifista, ez nem tetszik, de ezt most én a saját nevemben mondom, nem mint a Nagy Imre Társaság tagja, ha megengedett, jó? És ezért fel szeretném szerelni Szeletomi barátomat, remélem, hogy a jövőben nem lesz erre minden nap szükség, de azért jó, ha ott van a sikonér bennem, de...